Másfél méter távolságban egymástól a székek, a biztonságra figyelve hallgatták pénteken a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárának előadását, a Nyíregyházi Egyetem hallgatói, az intézmény vezetői és a meghívottak. Lucin Romulus az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésének jelentőségéről beszélt, amelynek Nyíregyháza az egyik bázisa az országban. Azért is tud vezető szerepet ebben betölteni, hiszen az egyik ezredünk parancsnokság az itt Nyíregyházán települ. Tehát a honvédség visszaérkezett Nyíregyházára. A tartalékosokra szüksége van, az egész világnak szüksége van tartalékos katonákra, és itt Magyarországon ezt önkéntes elven szervezzük. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ma Magyarországon van több mint 10 000 olyan ember, aki azt mondja, hogy a saját szabadidejéből még áldoz arra, hogy a honvédelem ügyét erősítse, felkészüljön arra, hogy ha bármi történik az országban, akkor ő önként csatlakozik ahhoz, hogy a megoldásokat minél gyorsabban megtaláljuk. A politikus úgy fogalmazott, az egyre csökkenő átlag életkorú tartalékosok élő kapcsolatot képeznek a társadalom és a honvédség között. Toborzásukhoz hozzájárulhat a több egyetemen választható hazafias és honvédelmi nevelésképzés, melynek kidolgozása Nyíregyházán is folyamatban van. Az előadásban szó esett a középiskolásoknak szóló kadét programról is, melynek keretében különböző szinteken lehet foglalkozni a honvédelem ügyével. A rendszer fejlesztésére járásonként szeretnének kijelölni bázisiskolákat a közeljövőben. Azt szeretnénk, hogy ha minél több fiatalnak lenne lehetősége arra, hogy kipróbálja ezt a programot. Ehhez természetesen szükséges majd az, hogy a jövő évben szeretnénk őket egységes ruházattal, egyenruházattal ellátni, ami nem ugyanaz, mint amit az aktív katonák viselnek, egy másik formaruha, és tervezik azt, hogy a most meglévő ösztöndíj rendszerünket is fejlesztjük, és a tanulmány eredménytől függően alanyi jogon is fog majd tudni járni ez az ösztöndíj a kadétoknak. Karrier, hivatás, barátok, a honvédelmet mint életpályát népszerűsítik az országban. A terület sikerességéhez a helyettes államtitkár szavai szerint az infrastruktúrális fejlesztések és a modern technika is szükséges, az eszközök közül pedig próbálnak minél többet ide-haza legyártani. Jó példa erre az Airbus Békés megyei beruházása, Zalaegerszegre pedig gyalogsági harcjármű összeszerelő és készítő üzem érkezik a közeljövőben.